Akkor megérkeztünk, nem? Piszkolsz ki. Guten Morgen. Ha már Németországban vagyunk, akkor Guten Morgen mindenkinek. Ich bin Kevin Piskolti. Ich wohne in Gyula. Und ich bin 22 Jahre. De jó. Jó. Kipakoltuk a tapót, és hát kipakolták a tapót. Úgyhogy most pedig csinálunk egy pályabejárást, meg felmegyünk az épületekre, mert épületekre, hát gépekre. Ezek régen nagy bányagépek voltak, kotrók, meg ilyenek. 1600 tonna egy. 1600 tonna. Azt akkor félkezzel, hogy meg két kézzel emeled? Kisúj. Kisújból, érted? Ott van a start. Mondom, jobbra, le, még egy picit, de jó, oké, most. Start. És ezt a bal első keréket érintjük. Itt a megindítási vonal, de már előtte keresztbe kell menni. Teligázon megindítod, általában úgy szoktak, hogy beleváltanak még egyet, és akkor úgy jól kiadja. Ez a bal első kerékkel, vagy ezen a bal első kerékkel végig kell menni. És ameddig tudod, töltöd, az első külső érintési zónáig. Úgyhogy keresem a magyar zászlót, de pont ott van. Megérkeztünk az első külső érintési zónához, ami közvetlenül a betonfalon van. Nagyon kedvező az autó hátuljának, úgyhogy onnan teligázon, és aztán egy minimális kézifékkel ide ráigazítod a falra, és beleesel a legelső szabályos ívbe. Jössz, egy kis lábfék, egy kis gáz, aztán még egy picivel több gáz, és itt van az outside zone 2. Ez is természetesen a betonfalhoz van igazítva, tehát hogyha hozzáérsz a segélyvel úgy, hogy nem mozdul be a kocsi, akkor az egy maximális pont. Mondd, hogy megyünk tovább, Most pedig megyünk ennek az év végére. Már így el tudtam fordulni. Húzi, aki elveszi. Jössz, third outside zone, ugyanaz az év. Bocs, csak mondhatom, hogy onnan jöttünk, ide mentünk. Igen, ide jöttünk, és akkor ez a third outside zone, ami az első évnek a vége. Itt is természetesen, hogyha seggel érinted a betonfalat, akkor az cool. Egy elég kemény terhelésváltás után érkezünk a leghosszabb zónába, ami a pályán található. Ez pedig a 4-es külső érintési zóna, ami igazából egy teljes nagy ív. Tehát, hogy a terhelésváltás után az ív elejétől végéig egy nagy érintési pont. Arnoldot már ismeritek, ő a 46 sedánt drivingolja, és azt jelezte, hogy a 25-tel, az itt, vagy 28-al, bocsánat, ő azért ezt lepirítaná, ezt a drivingot. Persze, 25 ízé, mancsival végigmennék az óráig, utána... Megbeszéltük, hogy figyelj, kilométerre meghosszabbítjuk a kigyorsítást, aztán utána... Ötödik tiltás, kézifék és a betonfalat játkodik, ezt összeszakul, ez pedig is haza. Csomagolnánk ezzel. És ezzel a végszóval kerüljük, következő zóna. Hol van az? Kiköszöntünk a 4-es zónából, és egy terhelésváltás után pedig megyünk az 5-ös zónába. Beérkeztünk az 5-ös zónába, és ez egyben az utolsó ívnek a kezdete. Ugyanígy van még két ilyen zóna, az ív közepén és az ív végén, és ezzel zárod is a körödet. Hogyha király vagy a Kalin, akkor csinálsz egy 360-at is. Ki tudja, ki adja, majd látjuk. Meg is mutatom, hogy az utolsó kettőt, szóval első.
második, harmadik, és igazából ezzel ide is értünk a pálya végére, ugyanis ott van a fél egyenes, ami után lehet majd trükkökkezni. De amúgy nem utalok annyira, hogy majd megpróbálok egy 360-at, hogyha jól sikerül a kvalikő, nem? Egyáltalán nem. Ennyivel most bezárjuk ezt a napot, és van ott Ali. Viszlát! Edzésnap, de esett az eső, taktikázunk, hogy most hát beszélgetünk, hogy mi legyen a mai stratégia, inkább így fogalmazok. Úgyhogy nyilván esőbe kiszámíthatatlan a pálya, nem biztos, hogy láttátok, de aki nagyon figyelmes volt, akkor itt körbe sétáltunk a trekken, akkor látszódik, hogy kétféle aszfaltban van a plac. És van a vörös aszfalt, vagyis ilyen vöröses színű, meg a egyszerű basic fekete aszfalt, és a basic az nagyon csúszik. Tehát amikor leesik az eső, ott nagyon becsapja a pilótákat, és végig betonfal van. Szóval most próbálunk egy olyan stratégiát kitalálni, hogy mind a két aszfalthoz jó legyen az autó, és konstansan végig tudjunk menni. Majd meglátjuk az edzés körökön, hogy mit sikerül alakítani. Az első körödről a pályán is tizen félig. Láttad? Láttam, igen, király, nekem tetszett. Amúgy nem volt rossz. Amúgy nem volt rossz, csak lehettem volna kicsit pontosabb. Most arra számítok, hogy sokkal szárazabb lesz az egész, mert azért még várunk a sorba, nagyon sok autó megy a pályán, illetve kisütött a nap is, szóval meglátjuk, de kurvára izgulok. Jó lesz az, jó lesz! Bízunk benne, bízunk benne. Thank you.
track me. Yeah.
vagy, Kevin? No fucking done. I didn't get him. Ezt már úgy adom! Ezt adom, gyerekek! Srácok, vége a mai napnak. Nagyon jó, thank you very much. Thank you very much. Hogy sikeresen... Micsoda? Mindig beleugratok majd, jó? Jó. Így sokkal élvezetesebb. 97 pontot értünk Ápolin. Az amúgy az... Ez már tűrhető, nem? A második körén pedig 94-et. Volt egy kis technikai bibi az autóval. A harmadikban, amikor felváltottam ki gyorsításnál, bedadogott, plusz a második terhelésváltásnál, az utolsó évre, amikor estem rá, ott is volt egy kis üzemanyaghiány. Úgy néz ki, hogy megoldottuk, és hát a csapat megoldotta a helyzetet, és ki lett javítva a hiba. Fantasztikus érzés amúgy ez, hogy 90 pluszosat kvalisztunk a mai nap folyamán is, mint ahogy Finnországban. Finnországban mennyi? 90. Jó, nem 90 plusz, az 90-es volt, de nagyon örülök annak, hogy a legszigorúbb bírók szemében is ez egy 97-es pontszámú kört ért. Most viszont fókuszálunk arra, hogy az autót beállítsuk a csatákra, ugyanis holnap top 32, és Alex Golovnya lesz az ellenfelem. Aztán majd meglátjuk, hogy mi fog történni, kíváncsian várjuk, de így is nagyon szépen köszönöm a mai szurkolás, jó kívánságokat, mindent, mert eszméletlen, hogy felrobbant a magyar drift, illetve technikai sportközösség. Nyilván nem én lettem az első, az ötödik helyt értük el, de ennek ellenére azt gondolom, hogy sokak érdeklődését felkeltette az autó, fókuszálunk pontra. Azért azt még mondjuk el, tegyük hozzá innen a háttérből, hátszóból, hogy 86 pont volt a 32. Igen, hely. Igen, az volt a belépő, tehát a 86 plusz 86 a második kör is, mert csinálsz 86-at, igen, hogyha 70-eset mész, mert igen, akkor is leeste, szóval elég magasra felemelkedett a Drift Masters bajnokságnak a színvonala, ezen a fordulón, meg amúgy unblock is. Úgyhogy, hát meddig, azt hiszem a 16. helyig 90 pontos kör van, igen, hogy volt. Úgyhogy csak így néztük, hogy itt valamit kell csinálni, de igyekeztünk jól cselekedni. És jól is sikerült. Igen, igen. Oh,
Tobias, annyi milyen a rendezvény? Nagyon jók a progik, nincs is meleg. Szerencsére. Öcsédnek nem tört ki a kereke. Yeah, there was no left root break, so I don't know what happened. We will check it and focusing for the next round. Thanks for the amazing support, so yeah, that's all. Yeah.